Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem között látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, Dömötör Lászlót, az Érdásó Lions Club egyik tagját, illetve az idei karácsonyi műsor egyik szervezőjét. Köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm, és a kedves nézőket is köszöntöm. A mai alkalommal erről a karácsonyi kezdeményezésről, vagyis hát a harmadik Lions karácsonyról beszélgetünk. Hát a harmadik, úgyhogy ennek vannak hagyományai, és milyen hagyományai vannak? Hát igen, ez évekkel ezelőtt, hát ugye, mivel harmadik, tehát több évvel ezelőtt kezdődött ez a hagyományunk, illetve ez a rendezvényünk. Annak idején, mikor az Érdelső Lions Club megalakult, gyakorlatilag mi a megpróbáltunk egy olyan jótékonysági tevékenységbe, egy körbe belefolyni Térden a résztvevőket, tehát az Érdi Lions Club tagokkal, amivel próbálunk segíteni az érdieknek. Több lehetőség is volt. Mi ezt a karácsony és karácsony környéki állapotot találtuk egy olyan kuráns pontnak, amikor úgy gondoltuk, hogy tudunk adni, tudunk segíteni azoknak a családoknak, azoknak a gyerekeknek, akiknek nem biztos, hogy a karácsonyfa alá mindig jut valami, műsorral, kis csomaggal, hogy legyen. Ezt találtuk ki évekkel ezelőtt, és az Érdelső Lions Klubja elkezdte ezt az ügyet szervezni. Hála Istennek a Körösi Általános Iskolával nagyon-nagyon jó együttműködésünk alakult ki. Kezdetektől fogva az iskola maximális melszélességgel és segítségkészséggel állt az ügyünk mellé. Tornatermet biztosított, hangosítást biztosított, és bárki, akit megkerestünk ezzel az ötlettel itt Érden, mindenki, minden vállalkozó, minden jó barátunk, aki tehette, maximális segítőkészséggel állt hozzá, és így tudott összeállni az első karácsonyunk is. Milyen volt az első egy-néhány alkalom, hát hiszen most már a harmadik van, úgyhogy milyen tapasztalatok vannak ez ügyben? Vannak-e valami változtatni való dolgok, vagy esetleg maradnak a régi receptnél? Hát ugye szokták volt mondani, hogy a nyerő csapaton ne változtass, tehát több iskolát is végigjártunk. Igazándiból a Körösinek a sportcsarnoka az a nagyságrendű sportcsarnok, ahol mi 200 gyereket vendégül tudunk látni, műsort tudunk nekik adni, ahol kényelmesen elfér ez a 200 gyerek. Ennek a 200 gyereknek nyilván nagyobb csarnokba is elvihetnénk, de mi nagyobb létszámot a Lions Club nem tud fölvállalni sajnos. Tehát nyilván egy nagy sportcsarnokba 200 gyerek az elveszik sajnos, tehát azért ahhoz több ezres létszám kéne, annyit meg nem tudunk megoldani pillanatnyilag. Mondta, hogy többet nem tudnak fel, érdemes úgy lenne több gyermek, akiknek még segítségre lenne szükség ilyen szempontból? Hát sajnos lenne, de nyilván a mi kapacitásaink, az emberi és az anyagi lehetőségeink is végesek, tehát mi ezt a nagyságrendet tudjuk korrekten átfogni, ezt a nagyságrendet tudjuk úgy ajándékkal, műsorral ellátni, hogy ez valóban élmény legyen ezeknek a gyerekeknek, de élmény legyen a szülőknek is, akik elkísérik ezt a gyereket, elkísérik ezeket a gyerekeket. Tehát gyakorlatilag mi tényleg bármikor bárkit fölkértünk, maximális segítséggel volt a kezdetektől a Pataki János cukrászunk, az Osvát Babi, a szintén a másik jeles vendéglátós kollégai Térden, akkor az Egri Csabi, akinek a festékgyára van, ugye őnek is szintén abszolút a csoki gyárral együttműködve, ajándékcsomók összeadásába, de mondhatom azt is, hogy a városi, Érdváros önkormányzata az első percektől fogva mellettünk áll, és segíti ezt az akciónkat, mert nekik is fontos azért az, hogyha van egy ilyen kezdeményezés, akkor álljanak mellé, és mi ezt nagyon köszönjük egyébként az önkormányzatnak, idén is egyébként nagy segítséggel van, és a műsor, hát ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy hát nem elég, hogy most oda megyünk és kiadjuk, odaadunk a ajándékot, hanem valami műsort is kéne csinálni, gyakorlatilag a Városi Műfáz segítségével, tavaly óta például a Muki Bohóc eljön folyamatosan, idén is egyébként a Muki Bohóc a vendégünk lesz, de nem hagyjuk ki a gyerekek öntevékeny megoldását sem, tehát a Körösi kórusa az évek óta mindig részt vesz, nagyon színvonalas műsorral, hozzá kell tennem, szórakoztatja ott a nagy érdeműt. Na de tánccsoportok, karate bemutatók, tavaly Szászolombattáról néptánccsoport jött át például, a Pesovár néptánccsoport is zseniális műsort adtak. A gyerekek hogyan kerülnek kiválasztásra, kik lesznek a kedvezményezettek egy-egy ilyen karácsonyi alkalom adtam? Hát ez mindig egy ilyen
kúrás pontja, mert ugye 200 gyerekről van szó, sajnos valamilyen szempont alapján válogatni kell, tehát itt nem lehet az, hogy mindenki jöjjön, mert mondom, mint már említettem, hogy nem tudjuk megoldani a nagy létszámnak a menedzselését, tehát mi az iskolák vezetőit felkértük arra, hogy nyilván ők látják az ifjúságvédelmi felelőssel együtt, hogy kik azok a gyerekek, akik nagy családban vannak, igazán rászorulnak arra, hogy legalábbis segítség jó lesz nekik, ők ezt el tudják dönteni helybe. És nyilván ezzel alapján az ő segítségükkel jönnek a gyerekek, tehát hogy úgy mondjam, a kiválasztásban mi, mint Érdelső Lions Club, így nem veszünk részt, ezt az iskolákra bíztuk rá, illetve hát adtunk egy keretszámot, hogy hány gyerek tud jönni. Mindegyik iskola akkor részt vesz ebben? Mindegyik iskola, nyilván létszámánál és a ottani szociális összetételnek megfelelően, hol egyik iskolából többen, másik iskolából kevesebben fognak jönni, de mondom, ez egy olyan szakmai kérdés, amit mi nem tudunk fölvállalni. Nyilván most idén az Éri tankerületnek a segítségét is kértük ebbe, tehát ők is továbbították az iskolák felé ezeket a kéréseket, és tényleg segítettek nekünk abba, hogy én szerintem azok a gyerekek lesznek itt, akik valóban itt kell, hogy legyenek. Csak általános iskolások? Általános iskola és hát alsó tagozat, tehát nyilván gyerekműsorról van szó, tehát azért a nyuki bohóc vagy akár egy zenés műsor, ami a gyerekeknek épül fel, nem biztos, hogy 16-18 évesek nagyon, tehát szórakoztató részét így élveznék. A kezdetekhez képest változott-e valamit a rendezvény? Tehát mondhatom azt, hogy esetleg növekedett-e a kedvezményezettek köre ilyen szempontból, hogy folyamatosan minden évben ennek a 200 gyereknek tudnak kedvezményezni? Ez folyamatosan, tehát gyakorlatilag 150 és 200 között változik a létszám. Ez hála Istennek, és tényleg a csokigyár segítsége az, ami ebbe meghatározó, hogy mi az a nagyságrendű csomag, amit úgy meg tudunk szerezni kedvezményesen tőlük, hogy ebben vendégül tudjuk látni a gyerekeket. De ez a 200 fő, ez a standard úgy néz ki, hogy ez beállt. És hát mondom, ezt a 200 főt meg kell tudni mozgatni, tehát a beléptetéstől kezdve a hazamenetelig tudni kell kezelni őket. Itt az orvosi felügyelettől kezdve a menekülési útvonalig, tehát egy rendezvény szervezésénél sok mindenre oda kell figyelni, és hát erre is, ez is része a rendezvényünknek. És azért mondom, tehát mi körülbelül ennyit tudunk a mi létszámunkkal, mármint az egyesületünknek a létszámával ennyit tudunk fölvállalni. Példaértékű kezdeményezés? Hát hála Istennek úgy tűnik, hogy igen, mert hogy a budapesti Lions szervezetektől is jöttek már ugye ki megnézni a rendezvényünket, kormányzóságnak a Lions kormányzó, a budapesti kormányzó is eljött megnézni. Persze, hogy tetszik neki. Én azt mondom, ha nekünk ez a vállalásunk, akkor ezt mi csináljuk. Ezt csinálnám akkor is, ha Lions vagyok, ha nem vagyok Lions, mert az én szívem és a lelkem, ez egy része ebbe benne van. Ez egy 3 órás műsor lesz, méghozzá 12. vagyis december 13-án egészen 19 óráig, tehát 16-tól 19 óráig tart majd. Hogyan épül fel a 3 órás program? Hát igen, Luca napján fogunk ott találkozni a gyerekekkel. Hát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a gyerekek 16 óráig megérkeznek, tehát a beléptetés lezajlódik. Utána most nem tudom pontosan, hogy ki lesz a megnyitó, de talán a Tóth Tamás úr lesz, aki a polgármesterünk, aki megnyitja a rendezvényt, mert hogy ő is a Lions Clubunknak a tagja, és az egyik fővédnöke egyébként a rendezvénynek. A Tóth Tamás, illetve a Mészáros András úr, tehát a önkormányzatunk abszolút képviseli magát, tehát a megnyitó az ő részükről lesz. Nyilván ez csak pár mondat, tehát ez a napnak a gyerekekről kell szólni. Utána indulnak a műsorok, zömébe ugye kezdődik a kórussal, a Kőrösinek a kórusa előadja a maga műsorát, azt nem tudom mi lesz, az meglepetés. Utána
jönnek az öntevékeny művészeti és sportcsoportok, tehát lesz tárcsoportunk, karate bemutató lesz, akkor aki nem öntevékeny, de nagyon tevékeny, a Muki Bohóc, ugye, akit ugye az Érdi Művelődési Ház biztosít a rendezvénynek, és hát jó magam is részese leszek, tehát az utolsó előtti műsorszám, vagy az utolsó, nem tudom, mert nem állt össze rendesen, az én leszek, aki ott egy szálgitárommal megénekeltetem a gyerekeket, ahogy eddig is, hál' Istennek, nagy sikerrel. Milyen érzés, amikor 200 gyerekkel együtt tud énekelni? Hát nagyon jó. Egy gyerekműsor az mindig az a kategória, ahol le kell kötni a gyerek figyelmét. Tehát ő nem illedelmes felnőtt, aki végigüli azért, mert, hanem a gyereknek le kell kötni a figyelmet. Ha lekötöm a figyelmét, akkor játszik velem 15-20-30 percen keresztül, és énekel, és részese a produkciónak. Ha ezt nem tudom megoldani, akkor dögunalomba fullad az egész, de hát hál' Istennek ez eddig nem következett be, mert hát nekem az életem egyik részeben, még a 90-es évek előtt én country zenekarban játszottam, és hihetetlen mennyiségű gyerekműsort lenyomtunk. Hát ebből azért valamit át tudtam menteni. Ma már nyilván nem zenélek csak a saját gyerekemnek, de ilyen alkalmakkor azért jó esik látni a csillogó tekintetet, ahogy énekel a gyerek. Hát ezért érdemes csinálni. Szülők részéről milyenek a visszajelzések? Hát a szülők eddigi visszajelzések, hogy aki ott volt, az mindenki nagyon megköszönte, vagy legalábbis akinek tudta, hogy kinek kell köszönetet mondani. Bár nem ezért csináljuk, hozzáteszem, tehát senki ne jön oda hozzánk hálálkodni, mert nem ez a dolgok. Tehát nem ezért csináljuk. Én úgy gondolom, hogy ezt a szülők úgy fogják föl, hogy kap a gyerek egy műsort, kap a gyerek egy ajándékot. És nem biztos, hogy egy ilyen műsorra, vagy egy műsorra ő el tudná vinni a gyereket, és ez látszik rajta, hogy tudjuk róluk, hogy meg a szülőkről, hogy igen, ez jó esik nekik. Van, aki elmondja, mert tudja, hogy mit csináltuk, aki nem tudja, ott csak a szemeket látom. Tehát a csillogó szemek, azok mindent elárulnak. Csillog a gyerek szeme, csillog a szülő szeme. Ez visszajelzés. Nekünk ennyi bőven elég. Az ajándékokról már egy-két gondolatot azért beszéltünk. Milyen ajándékok lesznek, kizárólag édesség, csokoládé, finomságok? Idén nagy meglepetéssel is készülünk, mert az idei alkalom, ahogy összeállt, tehát a csokoládé és a Mikulás csomag az teljesen normális. Lesz benne mesekönyv is, az antikváriumon keresztül tudunk ebbe segítséget kapni, és könyveket is kapnak a gyerekek, mert hát azért olvassanak is, de gondoltunk arra is, hogy és a egyik legnagyobb magyar élelmiszer áruházlánc segítségével tényleg meglepetés lesz, de a szülők, akik elkísérik a gyerekek, azok sem fognak üres kézzel hazamenni. Hát nyilván akik meghívót megkapták, azok ugye részesei lesznek ennek az ajándéknak, hát majd ott derüljön ki, legyen ez meglepetés a szülőknek, legyen meglepetés a gyerekeknek. Tényleg nagy-nagy szeretettel várjuk őket. És akkor még egyszer mondjuk el, hogy december 13-án a Körösi Csoma Sándor Általános Iskolában 3. Lions karácsony, méghozzá 16-tól 19 óráig. Én köszönöm szépen Önnek, hogy itt volt a stúdióban. Én köszönöm a meghívást, és boldog karácsony mindenkinek. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztöt látták, műsorunkat megtekinthetik a www.érthíradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!